Sziasztok, ez itt újra a Kocka Játékbánya, és újra itt vagyunk Daviddel, hogy folytassuk utunkat a megyében. Sziasztok, kedves nézők! Szia, Andrew! Most megint, hát most látok, hogy sose tudom, hogy most pont nem látszódik, hogy várjunk csak, de látszódik, itt kiírja Fordown. Az azt jelenti, hogy valami, szerintem mindig össze kell emlik az alkonyat, meg a hajnalat, hogy talán most alkonyadik. Ez ilyen elő alkony. Na, szálljunk föl akkora. Ja. Lóra, csak elmegyünk ide éjszakra, itt van egy-két küld, amit le kell csak adni itt mindjárt itt fölöttünk. Kis faluba. Az Overkill, annak is van valami magyar neve, de fejben meg nem mondom. Megint most írtam, mert azok mondta, hogy sokáig játszasz a Lotruban, megszokott az angol neveket. Még jó, hogy a könyvet nem úgy olvastuk. Jó, nem vettelek föl mégsem, mert belaggult a belépésedkora. Szerve. Hát, el is fogadom. Na most már látlak, így már mindjárt más. Igen. Na én is föl vagyok a bármin, aztán lovaglunk. Nagyon jó az a bármin. Szerve, jó az a lovaglunk, egy kezdőszintnek alapnak teljesen. Ja, hát az én kezdő, de majd lesz jobb is, úgyhogy... Megmondom, a Móriában meg kecske van. Nagyon durva. Az még jobb. Mifit, hú, valami nagy állat, valamit le kell győzni itt fölöttünk. Ja, hát a fekete medvét, amit te mondtál. Na, mégis le kellett. Tudtam, hogy valamikor le kell. Igen, hogy csak eladok pár ilyen felesleget. Lehet, lehet adni? Várj, akkor is lehet ilyen. Na, idős hobbit. Mi lehet a... Adott egy aranyat is. Ja, hú, akkor jövök én is akkor. Elég jó vagy. Meg lóról is lehet, ha. Ja. Na, én készítsőt megvásároltam. Ja, meg javítottam is, mert azon gondolt, hogyha nem javítasz egy ideig, akkor le is jöhetnek a cuccok róla, úgyhogy erre figyelni kell. Jó, menjünk. Itt tudod, az rohadt sok medve volt, meghalt. Én is majdnem meghaltam, te meg is haltál. Nem mit gondoltam, hogy annyi medve lesz. Írták is itt a klánba. Vagy nem tudom, azt láttad, de utána, te, hogy látták, hogy hú, ez durva volt. Várjál, várj, kobold. Ja, hoppá. Nagyon veszem, hoppá. Hol vagy? Ja, most rossz fele mentem. Ah, köszönöm. Amíg innen végig is már nincs, most lehet, mehetünk akár gyalog is. Itt van elvileg, itt a vezesség. Hát, koboldok. Aztán, vagy goblin pontosan. Most nem tudom, hogy a goblin, mert magyarul is már a goblinnak mondják, de elvileg az a kobold egyébként. Tehát a regényben ugye goblinnak hívták angolba, de aztán kobold volt a filmben, jól emlékszem, tudod, te Hobbit egybe. Nem? Kobold volt, ugye? A koboldok, vagy a koboldok, a goblinok. Szívom el az élet erejét. Durva. Ez kicsit ilyen nekromancia-szerű. Ennek annyi. Itt volt valahol az a medve, de már fejű meg nem volt. Ott van, megvan. Ez a fekete medve, ez, ez a... Igen, igen. Ez a nagy fekete medve, ez, 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 ez... Azt kell lejutni. Ez a többen az üdvesítve majd a mennek a társadalom. Ja, tényleg? Ez szép. A nagy geci. Hát mondjuk ez bele is lök, az akkorát üthet, hogy nem csodálkoznék, hogyha... Semény csávon, jó. Na, pillanatra meggyógyítalak, csak hogy... Bár nem nagyon kell, de... Még legyen egy kicsit használjuk a skilleken. Megyom azért akkor a sast, vagy sast, üzét a... Horjút. Ez egy tízes medve. Uff. Gyere, elkapjuk. Háromszor új is jön a többi medve is. Ez nem jó. Nem, már legalább sok XP-t kapunk. Ja, az igaz. Megöltem! Ja, megölted. Megöltem a fekete medvét. Kemény hobbit, ez mondom, hogy erős, erős vagy. Hát én is ütöttem, de te többet szivattál neki, majdnem azt néztem. Gyógyítanak már az élet, láttam. Azért megszivattak. Várjál, akkor meggyógyítanak. Jaj, de most mi? Lehet, hogy a madarat akarta gyógyítani. Hmm. Jó erőseket tiszte. Meg van ez a dupla-tripla ütésed, meg minden. Ugye? Ja, ja. Jó, most itt most felvertünk a lóra. Lóra fel. És menjünk vissza, tudod, oda most le kell adni. Küldit. Most van zene, most nem bugos. Hát most szerintem jobb lenne, most nem is akad, mert nem tudod laggolt néha múltkor, vagyis akadt konkrétan ilyen játék, hogy mentem előre.
Most Nem már... esett ilyen 10 FPS-re. Ja, meg te is mondtad, igen. De most nem érződik. Most jó. Mind néz ki. Hát azért kell, mondtam én, ennek kell egy hét majdnem. Ja, tényleg meg lett a gép házújítás, mert nézzük, nem tudom, tudják-e, de volt. Még nem. Ha. Készlekedik, készlekedik. Itt áll egy izé. Micsoda? Gombnél? Le voltam maradva. Csak leadtam, mondjuk még az a vicc, nem lett vége a küldnek, hogy valahova el kell. A szemét hűtötte a jövök, várjál. Hűtötte. Kis rohadék. Még röhög is. Ja, ez röhög mindig. Nem típus. Bazd anyád. És ebből van egy rohadló, ott éjszakon már oda, majd oda is kell mennünk. Pajzsoddal is meg tudod ütni, nem? Ugye? Várjál, nem tudom, van elósóban. Hát itt ebben szerintél, vagy neked nem kellett? Nem, nekem nem kellett. Ja, menjünk ide oda a mocsár, az itt van nem messze. Nem tudom, mit kell, ott valamit kell. Vesz. Ja, megint egy 5-6 ilyen csigát le kell, mert valamit dobnak ilyen... csiga slime, ugye ilyen izé, ilyen geny, vagy mi a szar, vagy amit húznak maguk után, tudod, azt kell. Ez nagyon durva. Talán szerdán van sütörtök, attól függ, mikor jön benne a szerelőnek külföldről kell rendelni, mert Magyarországon nem lehet kapni azt a házat. Na igen, sokszor... Magyarországon semmit nem lehet kapni. Itt nem. Mert ilyen, nem, azért, mert nem veszi senkit. Mindennek az a gondja, hogy nincs pénz. Ez a ház, ez pont piánci. Pedig ez nem is egy drága ház, ez egy középkategóriás. Aztán ilyen, vagy a nagyon drága van, vagy a nagyon olcsó. Tehát a nagyon szar van, vagy a nagyon drága. Tehát ami jó is lenne árban is, meg árérték arányban, azt persze nem lehet kapni. A legjobb volt is azt mondta, amelyik két hónapot ugye beszerezett. Két hónap az nekem sok. Külföldről már meg egy két hónap. Hát igen. És nem is de drága annyira, nem a szállítás? 1-2000 forint? Hát nem, én azt a szerelőt intézi, ezt nem mondom. Én csak a üzéállat. Ja, a szerelő, ezt meg az már belerakja akkor az árba, azt nem kell neked már kalkulálni. Úgy van már kompletten. De gyakorlatilag csak akkor megkapod a házat, azt ennyi. Tövét azt megcsinálja előtte akkor a szervezés, leszervezés, rendelés. Ja, szállítás, minden. Ne szerelj a szállítás, csak a házat is kifizetni, meg ugye a szerelés ilyet összem. Jobb ez így. Kényelmesebb. Hát ja, főleg, hogyha van valami mellékmunkája az embernek, hogy dolga, bolt, izé, család, sorolt, nem? Akkor főleg. Akkor mindig van valami így, csak az bármi. Főleg, hogyha szar az idő, mint amilyen mostanában volt. Vagy ha az ember beteg és nem tud annyira mozogni, vagy elmenni így helyet. Hát igen, az a másik. Na, meg is van. És azt nézem, most elég össze-vissza kell mennünk, vissza is kell mennünk oda, onnan jöttünk. De mennyi? Sok csiga van még mindig. Talán már kicsit kevesebb mondjuk. Hát az írtottunk, azért általában úgy szokott, hogy néhány eltűnik, hogyha nagyon sokat kiírtasz. Ugye mert ezt meg, aztán megcsináltuk el. Akkor van, hogy egy pár eltűnik. Most azt hiszem tényleg, hogy volt még egy-két ilyen lényemből, volt ilyen írtós, nem sok van, még a légyből. Lassan pár egyébként végtünk itt a megyébb úgy jelzett. Ja, nincs mások. Még a brigantiból kell, meg a légyből. Tényleg el kell búcsúzódni, aztán menni kell úgymond új területre. Jaj, akkor megyünk a hegyekbe. Ugye az elfekhez, meg a törpékhez. Miután unalmas a szem is, tehát mindig kell változatosság. Persze. Mondjuk az nagyon változatos, tehát az a terület, ez az Red Luin, ez érdekes, van benne egy elfes rész, van benne egy ilyen köztes, ami senki igazából, és nem van ott is aztán mindenféle állattal, meg goblin, meg nem tudom, meg sötét törpe. És van egy olyan része, meg a törpékkel, ahol laknak a kékhegységben, ugye a... Na, akartam itt elmondani a Torinék, ugye ott a Torinhol is. Szóval az gyakorlatilag majdnem egy területben három kis terület, valami nagyon igen. Más. Itt így csak a megye van, de az ez is néhol máshogy néz ki, de azért nem mindig ugyanaz persze, vagy nem mindig teljesen más. No, mit ad ez? Az a jó, neki neked valót adott, amit nem tudok használni. Bekadta a lámpába. Van ilyen. Mi lesz ez? Mindig
Na, legalább el tudok adni pár dolgot. Ezek nem kellenek, hát ezek ilyen vacakok. Hát valamit be lehet így váltani. Ennél nincs eredet, nincs. Lehet kell még ide mennünk ide az izéhoz. Nem olyan nagy dolog. Hát nem tudom, én is adjak el. Még ezt eladom, mert öreg néni volt? Jó. Hát nem, el kell ide mennünk meg ide ahhoz a webhez, ahol volt ez a nagy fókháló. Meg kell nézni a fókhálót, vagy a franc. Adok pár cuccot még én is. Hát akkor megyünk. Can I help you find something, friend? Na mi? Kicsit ilyen amerikai angolral beszél. Hobbit, ez érdekes. Lehet, hogy abban a kicsit van, hogy csináltam. Ja, lehet, sőt valószínűsíthető. Jó. Most kikerüljük ezeket a izékat. Mert idő után már nem követnek egyébként. Csak egy darabig. Óriások is vannak egyik a játékban. Azokat az a nehéz, hogy nehéz felmérni, hogy meddig ér el. Mert olyan nagy, és olyan nagy léptekkel lép, hogy messzire nem tűnik soknak. Ah, csak egyet lépett. Ó, igen, de az egy lépés az 10 méter volt, érted? Hogy 100. Hát már lesznek több helyen is, de még azért odébb van. Azok ilyen 30-40-es. Hát ilyen 30-40-40-es. Sajnok azt lehet, hogy ott minden volt az elején másik terepnek. Igen, hogy a fázba tudunk ide bemenni. Micsoda? Én nemrég néztem meg a Skyrim-os videóidat, amiben ugye a sárkány a harcos, meg a óriások azok egész jók. Ja, ja, ott volt minden. Fú, most ezek mikkel itt van, úgy vannak. Ja, jó, ha vannak párom. Megkeményítettek a pókok. Ja, hát mi jöttünk ide az ő helyükre. Semmileg be kell azt hiszem oda mennünk, de van még? Nem láttam. Nyomok rá egyet. Ez a farjú, ez a megmentőnk. Nem lenne lehet, hogy behalnánk ilyen tömegjelenetekbe. Mindjárt meggyógyítalak, jó? Oké. Okay. Ja, a trónokharcás farjú, mindig itt van. Ez erős. Van sok minden egyébként. Nem vagyok, már nem, holló van te, hogy trónokharcáson, holló van. Á, már nem tudom, az a vicc, hogy azt is volt, hogy így meg úgy fordították. Egyébként. De ott varjú, szerintem, ja, varjú, mert varjak lakomája, tudod. Ugye az is onnan van. Nem tudom. Mindegy, de három szemű az biztos. Ja, három szemű varjú, azt is nem holló. Ez inkább varjú lesz akkor. De én ma olvastam három szemű holdóban is. Ja, van a Crow, meg a Raven angolban, de mondjuk... És be tudunk menni? Hú, basszus. Na itt nem voltunk, mert akkor még nem engedett be. Most beengedett. Meg kell találni. Hát lehet. Úristen, mennyi pók van itt, basszus. Ez a pókok fő hadiszállása, mi? Meg kell találni a járkáló fát. Walking tree, hát ez érdekes. Itt van egy ent, vagy mi a franc? Nem emlékeztem erre. Lehet, hogy van újdonság. Lehet. Valami az eléggé durva, hogy egyet üt és meghal a... Ja, ott van. Hát ilyen az izében van a sötét öreg erdőbe. Rossz formátumban. Vannak jelenséges fák is, ugye átad a könyvben, benne volt a filmben, nem? Ja. Ezek mik ezek? Hernyók? A hernyók is szóval, nem a mini pókok. Jó. Ide. Meg kell menteni, meg kell védeni a fát. Hú, van. Jaj, hogyan? Meg kell védeni a fát. Be van, fa. Te látod, hogy megy? Nálad is megy? Persze, megy. Na jó, csak azért... Beszél? Hát, nem úgy néz ki. Ez nem ment valószínűleg, ez valamilyen, annak csak ilyen formája. Nem tudik olyan okosnak. Mondom, a pókoktól kell megvédeni. Természetes kreatív, természetes föld. Ja. Természetes... Akkor azt jelentem, hogy ez nem bonos, így van, nem erre. Ne, nem. Uff. Jó nagy minden esetre. Nem kis van. De látványos, hogy megy, ez egész jó megszállt. Ja. Jó néz ki. De hát mégis ez nem ment, mert akkor azt úgy írták volna, simán ilyen járkáló fa, mert ezt a filmben is mondták, Toti először, meg a színvonalokban, hogy benne volt először, csak életre keltették a fákat, tudtak állni, nem tudtak beszélni, nem tudtak. Mondom, ennek ilyen fázisai vannak, tudod, hogy hogyan lesz egy fából, biztos nem a csettintésre, és akkor
Ez is már jól néz ki, hogy így szétjön a háló. Lehet egy kicsit gyorsabban is, de... Ebben falsan, és lassan. Lassan halad. Nyugdíjas ma. Ja. Ezt inkább ezt törlöm, mert ezt... Jaj, nem serelni akartam törölni. Na. Jaj, megint vannak. Mondom, ki kell vezetni innen a kókok rájtek helyéről. De hát támad ő is szépen, szóval támadni azt tud. Azzal nincs gond. Megint vannak kókok. Ezek már nem erősek ezek a pókok. Ugye, itt vannak viszont nagyon sokan itt az elején. Jaj, és még ezek is basszus. Jól itt megvernek. Vannak három. Na. Én a fa most már mindjárt végig gondolom, hogy ide idáig kell kivezetni. A fa. Jaj, valami hangot hallottam. Kók hangot. Ja, ott van jól. Ah, Vardi fia, így maga elintézi. Oda repült. Itt ott rá egyet a csőrével, és feddeg le. Erős. A fiút ott. Jaj, hát remélem kell végig odáig elkísérnie. Valahol itt idáig, vagy a falig kell, általán szokták végig odáig elkísérni. Ja, jól néz ki ez a fa. Érdekesen megy mondjuk. Hogy így most nagyon-nagyon, ha jó, nem a hegynek megy neki. Nem tudom, mit akar. Ja, itt van, meg volt, ja. Most visszamegyünk Hobbit falvára. Készül a küldetés is. De azt mondtam, hogy még ezt vissza kell vinni a cuccokat. Elpülök én is. Wow, átugoltam, a falugratás. Szoktak lenni ilyen versenyek időre, meg ilyen ugratás, mindenféle szokott lenni. Na, már közeledünk ám a nagy fellowship-os küldéshez. Mert lenyírjuk még útközben azokat a legyeket, mert és akkor meg lesz az is a 10 pont. Ott volt az a sok légy. Ja, még az ötös se csináltuk meg, hát ez... Ja, rosszat néztem, a grit néztem, várjál. Azért. Igen. Ja, nem, még abban nem kell sok, olyan 30 kell. Goblinból is. Nem kell, olyan 40-50, és akkor megvan a 15 pont. Hú, most milyen jó, akkor jó, akkor bocsánat, rosszat tudtam, mert hajnalodott, akkor előhajnal volt inkább, az volt a Fordown. Alkonyattól Pirkatatig, ugye van az a film abban. Dust Till Dawn, ja. Igen, mindig összekárom emiatt. Ja, az előfordul kis kavarodás. Tessék? Kis kavarodás előfordul fejben. Ja, hát... Sok címben minden. Oh, ez mi volt? Eltört a lábad? Már hallottam valamit visszahozott. Lóra. Szegény ló. De már meggyógyult. Ló. Bármi szívós. Ja, hát ez... Hobbitok szívósak, meg a törpök is. Jába kicsik. Nem kell levecsülni őket. Ez a póni szívós, de bár. Köszönök pár ilyen izét. Összeszedős küldit, mert ugye ezek kapunk reputációt, most lehet, hogy meg is van valamelyik. Lát, hogy bejöltöm, tehát ilyen 10-10. Azt nézem, megvan, hát majd nem tudom leadni. Ezért nem adtam el mindent, mert tudtam, hogy majdnem az összes megvan, most ugrok egy szintet. Ugye ez a sokszor kis lénypók, meg minden dobott mindent, aztán direkt nem adtam el. Most lehet, hogy fogok szinte. Bár nem sok XP-t ad, inkább a reputáció az, ami... Na. Na jó. Fú, már nem engedi azt, mert túl sok küldetést csináltam meg egyszer, olyankor várni kell néhány szekundumot, mert azt mondja, már nem engedi. Ja nem, hoppá, ilyen is van. Ha, ez érdekes, mert nem enged több ilyen taskot, ilyen kis feladatot megcsinálni.
mert azt mondja, hogy arra is van ilyen limit. Hát biztos azt is meg kell venni. A másik Karinnál ugye ezt nem kellett. Ó, egy erős kesztyű, na azért megérte. Ez is adott reputációt. Elvileg, itt van. Na, egy küldetést adott? Jaja, ja. Most itt adtam le, lehet, hogy te most kaptad meg. Nem tudom. Szaladom. És elég sok ilyen cuccom. Most ezen valami sapka is van, ezt is vettem, ezt is berakom. Nézd, ilyen hobbitos sapkám van mindenked most. Jó, részt is vettem. Most vettem észre, ezt valahol kaptam, biztos csak nem vettem észre. Hát te is helyben ilyen nézel ki. Ja, idomulunk a helyszínhez. És elmegyünk, mit jelent, ez ide, azt most nem engedi megcsinálni. Meg volt a napi limitem, azt írja. Na akkor legy a következő. Eldarondmester, majdnem elrondottam. Yeah. Lovaglásra fel. Hol vagyunk? Már nem sok küldő, amíg el kell menni. Nem is tudom, hogy hol. Hát, utka jelzett valamit, de... Miért nem jelzi? Ja, jó, jó. Ide elmenjünk még Tukföldre, aztán elmenjünk ilyen legyeket ürteni. Aztán szerintem meg is menjünk éjszakra, a legnehezebb is a végső megye részhez. Ahol goblinokat úgyis kell még írtanunk, azokat ott majd úgyis lehet. Meg ott vannak ezek a együttes küldetések, úgyhogy... Na most eltűnt a varjú, ez lehet, hogy ilyen... Ja, vagy lehet, nem tudom, mitől függ egyébként, de nem értem rá, hogy mikor tűnik el. Ha meghal, akkor egyértelmű, de... Lehet, hogy ja, azért persze bementünk a kocsmába, lehet, hogy amiatt, nem? Lehetséges. Ezt adtam, mert ezért is adott ilyen matamot, ez nagyon jó. Lassan megindulok egy ilyen reputáció szintet. Ugye akkor azt jobb gombat tudod, megnyomod, akkor elhasználja. Oda a francba, de lehet, hogy nem fog elmenni. Nem, ezt inkább azért kinyomom. Nagyon messzire kell elmenni. Ez ilyen mellékküldi volt. Elmegyünk, akkor legyezünk egyet. Ja. Írjuk a legyeket. És akkor utána megyünk éjszaknak. Hegyekbe, lassan már. Ja, hát ott a hegyek fele van, de még nem az eredulinos hegyek, hanem az ilyen goblinos hegyek. Majd meglátod. Odáig nem mentünk még el veled. Majd fogunk. Hát fogunk, mondom, szerintem ennek az adásnak a végén fogunk, és akkor legközelebb már lehet, nem tudom, hogy lesz-e megyés rész, vagy lehet, hogy legközelebb már Eredulin lesz, meglátjuk, hogyan. Végül is nem kötetem, mint a megcsinálni egy után már hatalomból lesz. Végzünk, jó. Meg végül is a műsor is változatos legyen, meg ugye nem mindig ugyanaz, az is lényege van. Na persze. Az ember nem csak magának játszik, persze. Nem teljesen. Persze. Csak itt a reputáció miatt kell sok küldi, mert akkor tudsz venni nagyon jó tárgyakat, meg kapsz pontot, meg olcsóban tudsz vásárolni, érted? Nem is igazából az XP-mét, mert nem kapsz olyan sok XP-t. Akkor ilyen szürke meg zöld a küldi. Ja, kell neki egy kis idő. De tényleg hamar megindul, szinte 15-20 másodperc alatt megindul. Szerencsés. Csillagzat alatt született az a ló. Tehát át kell ugrani. Ez ilyen tó átugratás, nagyon verseny is van. Csak nekem ugye kivette a lomat, mert véletlenül belement a mély vízbe. Ja. Hogy ez nem bír, mert ugye még csak egy póna felsüllyed. A póni azért, ja. Mert hát te is kisebb vagy, ugye? Azért. Itt volt valami küldi. Valami, ajjaj, ez is ilyen üzést adott. Most már három ilyen csoportos küldünk van. Valami nagy főnököt kell kinyírni, Lauk futott. Ajjaj, nekünk is megvan. Jövesszem. Ja, szerintem az a farkas lesz szerintem, várja? Hogy nekem igen. Ez kész volt, azt írja komplettet. Hát, ezt nem tudom, biztos? Na most ad egy másikat, nem adott egy másikat? Megadta a másikat, igen. Azt mondom, az óriás farkas, ahol voltunk, majd úgyis megyünk arra fele akkor. Jaj, meg most nekem tört. Nekem is sem.
Még nem is estünk még olyan nagyot, az a furcsa. Mindegy. Valahol nem itt volt az a sok légy, hol is volt? Valahol itt volt. Én róka. Róka. Foxcatcher. Majdnem azt mondtam, hogy fóka, pedig fóka nem lehet, csak róka. A fóka az van elvileg a foroghelve, tudod, a jeges terület szerintem ott van. Na itt van egy rahedli légy. Megkaptuk, akkor legyakjuk azt, amennyit éjszaknak. Ennek nem erősek. De itt van mégis a varjók, én ezt nem értem. Az előbb még el volt tűnve, és meg visszatért. Mennyi van itt? Nem baj, lehet így idézővel farmolni őket. Na, most lettem szintet. Na, ez jó. Meg még nem. De nem sok kell majd. Na, kinyitva, hogy vehetett valahol a sátát a personal house. Micsoda? Kinyitva, hogy vehetett valahol a sátát a personal house. Ja, igen. De aztán azt írta a Tamás, mert utól kérdeztem, mert nem volt nekem házam korábban, csak egyszer egy ilyen guildházban voltam. Azt mondta, hogy ezt nem lehet megosztani. Ahhoz is talán külön kell valami, hogy meg lehessen osztani. Nem. Neked ott lent van, ott meg lehet nézni a térképen, látszik a térképen, hogy hol vannak a hobbit lakhelyek. Majd beszerített, aztán fel bejöhetsz hozzám a tűzsbe. Elég drágám, ilyen 10 arany, vagy nem is tudom ilyesmi, de hát neked annyi van. Ezt láthattuk. Ugye? Hát, hogyha megveszem a pelet, tehát ott egy házat is se szerintem. 11 van, ezt aranyból. Csak azt mondom, nem nagyon költöm már az ilyen részpénzből, biztonsági pénz. Értelek. Mert szerintem még nem kell ház. Na megvan. De most még, hogy nem vagyunk egy helyen össze-vissza, mert igazából van házunk, a Bilbónak a házában lakunk a zsákladba. Ja, hát végül is igen. Az a házunk, azt használjuk a föld. De hát elvileg én is be tudok menni a házadba szerintem. Ott kezdjük és ott végezzük a küldetéseket. Na megkaptuk azóta 10 fontos. Megint lóra fel. Jaj, valamit elnyomtam. Én mehetünk a lóval tovább. Elegész jól haladunk most. Ja. Ez már ugye a vége ilyen félregírtás, mondom, maradékján. Igen. Ha most már csak azt hiszem goblint kell írtanunk. Az írtós részben, ja. Figyeld, egy farkas út utának. Hát mindegy, nem ér utol. Meg van egy ilyen fedezős rész, meg a Stock Tower-t meg kell találnunk az ilyen... Az itt van valahol ám a tengerparton. Tengerparton? Katakparton. De nem tudom pontosan, hogy hol azokon, meg kell nézni majd. Ezt főfedezzük és akkor nekem legalábbis az megvan akkor. Jaj, basszus. Várjál, átkezdünk majd ott a izélyűzre. Ó, én is most lebotlottam. A lóról. Hát itt van valamit, itt le kell adni, aztán oda menjünk a nagy farkashoz. A nagy farkas. Dan, dan, dan. Most jó idő van nagyon. Nem olyan, mint amilyen itt volt. Nemrég. Meg van is. Pécsen, meg Pesten, meg van is jár most is. De tényleg ítéletidő volt majdnem. Múlt pénteken ez haláli volt. Font mentem volna be, olyan kis mellékmunkát csinálni, de hát... Se az, akivel beszéltem volna, se én nem tudtam volna bevenni a városba, mert nem jártak a buszok, autók alig jártak, de gondolom, akkor nem álltok is így volt. Hát jó. Ez is adott egy ilyen gizmatomat, az ilyen. Ez mindig jó. Esik egy kis hol, akkor vége a világ. Ja. Vége rosszabb volt. Volt, amikor összejártam iskolából, akkor onnan egy órára, és nem tudtam hazajönni, mert nem ilyen tél volt, ilyen december 16, és nem tudtam azért, mert nem értem kellett jönni kocsival, meg volt, hogy taxival kellett hazajönni, mert úgy küldtek, nem tudtam. Na, valami leveleket kell összeszedni, de hogy hol a francba? Sajnos olyan volt a... Akkor csak egy, most már 4-5 busz, akkor még csak egy busz járt ide, és az is csak ilyen óránként egy. Ugye, én egy szélén lakok így Budapest szélén. Aztán nehezen tudtam azért. Hát onnan is nehéz akkor. Nem, és nem volt se ló, ugye meg se nem ilyen ló izé, mint a megyébe itt a játékban aztán. Hát, aztán még ló erőse volt akkor ezek szerint. Hát ilyen 10 éve, 12 éve volt azért volt. Hát már régebben volt. Régebben ez mi volt. Ez? Mit csináltam még? Ja, szintet ugortam, jó. De az valami ide is megcsináltam, jaj, jegyre már a 17-es szintet. Ez valami ilyen emberi plusz dolog, ez nálad nem volt. Na és most megint tudok venni egy ilyen trades helyet. Hát, szuper.
Hova megyünk? Hát itt valami leveleket kéne szedni, de nem vágom, hogy honnan. Nem látok semmit. Já, itt van. Ezeket kell. De látod, ilyen nagy... Ott van a farkas benne pont. Ezeket kell szedni. Még háromat. Neked nincs meg ez a közé, vagy? De, megvan, most így neki. Azért nem ügyes, nem, először nem vártak, hogy merre vagy, mert még lovon voltam. Azt is megtámadott. Varjú a legerősebb, ilyen egyet rácsap tényleg is. Hát, jó fejed a Varjú. Nagyon durva. Nem tudom, hol van az utolsó, ott van, jól megvan. Most olyan szép idő van, kedve lenne itt sziasztázni egyet, mi megyébe, mi? Ja. Beülni egy ilyen karosszékbe, egy pohár jeges tejával, vagy egy ízre, egy kis piknik kosárra, aztán olyan jó lenne. Tényleg ott lenne, nem csak iga. Iga sem tényleg igazi fű, van tényleg igazi. Helyszínen. Ja, ugye hát a, hogy hívják a... A legjobb. Új-Zélandon, ugye ez lehetséges. Majdnem. Még az sem 100%-os olyan szempontból, ugye nem az igazi megye, ugye a könyvben van, de hát akkor is azért csak le kell adni. Sőt, annál jobb nincs is. Ja, már közel, most kaptam egy ízőt, benyomok egy ilyen skill. Én kaptam egy ilyen pontot. Kallum, ez hol a szárban van? Kallum. Miért ez is a Kallum? Jaj, rosszat néztem, várjál. Ja, hol van mocsár, de most nem megyünk arra fel, most kinyírjuk azt a nagy farkast. Itt a mellettünk az a mocsár nem messze. Oda kell elvinni ezt a, ezeket a bokrokat, a gyógynövényeket. Ja, most nézem, lehet húzogatni a zsákokat oldalra lefelé, ez jó. Nem is figyeltem. Már egy szélességet, hosszúságot, minden le tudunk állítani. Na, itt van valahol romoknál a farkas. Arra jelezte, hogy... Hát pedig azt múltkor kitudtuk. Bár igaz, akkor ott volt valaki, jött még egy harmadik ember. Emlékszem, az elterelte a figyelmet. Ja. És egy ismeretlen. Ismeretlen hűs. Legalább most már a mobilon van, már most már. Kicserélték azt, mert most már rendben működik a mobiltelefon. Most már ugye az is 3 hétig nem volt a... Na, ez jó, az is gond volt. Ha most már van mobil, a mobilon most már működik. Most már az... Komplett. Na itt van valahol a főnök is, csak nem tudom pontosan hol. Most már olyan, mint régen volt. Már minden rendben van. Ó, itt van a főnök. Jön. Ezt kell kinyírni. Ez egy varg, ja. Ja, varg, igen. Na, hát végülis nem is erős ez. Na, csak annyi, hogy sok farkas van közte, ja. Az a gond, hogy sokan vannak egy helyen, nem? Ó, oh, basszus kulcs. Voltunk már egyszer. El voltunk. Na most csak ezt a főnököt írtottuk ki. És visszamegyünk oda. És akkor mondja, elmegyünk éjszakra. Éjszakra fel. Most te hány is vagy? 15-ös vagy 15-es? 15-ös, ha. Végre most van. Na mondjuk én nekem amiatt van megcsáltam a prólogus, és szerintem az hosszabb volt, mint itt nálad. A Ötöbrii környékén nagyon hosszú volt, és akkor amiatt egy-két szint legalább. Ha meg az elején ugye 100%-os duplázást kaptam, akkor a 7 éves ajándékok köztem. Csak amiatt van, milyen jól néz ki a víz. Mindig jól néz ki. Na, kaptam egy erős gatyeszt. Meg egy ilyen matomot is kaptam. Az jó. Sose rossz. De meg mást is volt, csak hát ugye... Más is volt, csak én azt nem tudom használni, úgyhogy nekem csak a gatya ez az, ami... Örömet okoz. Idézőjelben. Még ide, leadjuk még ide a mocsárba ezt, és akkor elmegyünk éjszaknak. Itt van mellettünk ez a mini mocsár. Mini Morris, mini mocsár.
Még medvéket Már kell majd. nagyon fogynak a küldetések, Hát vallod. nekem már csak 5, 80. Nálam 7. Lehet, hogy melyik nincs meg valamelyik neked? Ja, ez az első. Nem tudom, hogy miért, amit most leadok, az miért nincs meg neked? Az ad botot csak sem, egy kicsit gyengébbet ad, mint ami van nekem, basszus. Mindegy, most már leadjuk, ha itt vagyunk. Ez is jól néz ki, ez a... basszus. Ez nem, hogy elesett a... elsüllyedt a lovam, hanem... a mocsár néz ki, jól úgy értettem. Elsőtt a mocsárba ló. Tiszta. Végtelen tőle. De te viszont nem. Te nem, ugye? Jól látom? Nem, de te. De. Ja, a végtelen történet. Ja, az is tetszett neked? Az is gyerekkorban jó volt. Ja. Ez gyengébb. Kérlek, hallom, meg van, talszik. Talszik. De azért le kell adni a küldetés neki. Nálam nem volt nekem. Ja, ez hiányzott akkor neked. Meg sincs. Lehet, hogy kasz miatt, hogy valami, de nem lesz hívni. Vannak olyanok, amit nem lehet oda a másiknak. Úgymond nem létezik nekik. Most már csak éjszakon vannak küldik. Illetve itt még útközben medvéket kell itt az el. Akkor menjünk éjszakra. Értelemszerűen. Lovoljuk a lóra. Lovazzunk egyet. Felugrok. Aztán mennyi pénzem van nekem? Ó, majdnem 2 arany, de neked valami 10 van már. 11. De nem tudom. Hobbitok meg a törpök úgy látszik, jól tudják gyűjteni az aranyat. Nem akarom még elhasználni. Na látom, itt a híres idézet, itt a klánosok írják a egy gyűrű ünt felett. Gyűrűk egyetlen. Még ezt kifarolizálták abba, tudod, azt láttad, ez a Star Wars űrkura versus, tudod, videó van, a Shopstop 2, tudod, ez azóta is megy nagy. De te ott egyértelműen, te is csak egy trilógia van mind felett, ilyen? Igen, de bár én szeretem a Star Wars-t, főleg a régi trilógiát. Ja, én is szeretem mondjuk, de azért talán azért az jobban egy kicsivel, nem sokkal, de... Hát én is jobban szeretem a űrkura trilógiát, de a Star Wars-t is így nem sértettem meg. Jó, hát ez végül is egy ilyen paródia volt, egy ilyen új játék. Van, aki tényleg megsértett rajta, hogy néző is mondanak, és a... Aztán a... Tényleg? Magyar Star Wars Club az a, tudod, a... 101-es légió, tudod, a Magyar Star Wars ilyen cosplay club, az megálltak, az volt annak idején néző, és meg is sértettek meg. Szóval tudtam. De ez az ő dolguk, én nem vagyok ennyire őrült kocka. Van egy ilyen törp fejszín. Csak meg? Mit van? Mekkora fejszéd van, mi? Fölfejszel, ha? Ja, azt most kaptad? Ha? Ja, akkor azért. Mert nem volt ismerős, mondom, meg mekkora, mondom, nagyobb, mint te. Gimlinek a fejszéje. Csak pár medvét kell le. Mert sokkal jobb, hogy jobban indikodnak. Ja. És jobban erősebb fegyver. Előző az 7-es volt, ez meg 10-es szintű fegyver. Ez szép. Hát jobban is néz ki, hát nagyon nagy. Hú, ezek a medvék azért nem olyan gyengék, mint gondoltam, de azért elhullanak. Elhullanak, mint legy. Ki kell nyírni, mennyi, még 6-ot. Ez milyen farkas ez? Wolf Hunter. Wolf. Ez egy borz. Az borz, ami ott volt, de az előbb az, ami farkas. Farkas volt. Hát, te ott a borz is. Ja. Rohadt borz. Büdös leszel. Vigyázz! Hát te rosszul járni velem. Jó, kutyák támadtak meg. Medvét kell keresni. Még egy nagy fekete medvék. Nagy fekete medvék. Már meggyógyítalom. Csak jár közelen. A borz az keményebb volt, mint a farkas. Tényleg? Na, borz, hát jó, mondjuk kisebb, jó tud taktikázni. Vagy nem tudom. Tudja. Nem találok most itt medvét. De mondjuk följebb is van ott a jelző oda a goblinok helyére is, úgyhogy akkor majd arra. Szálljunk fel akkor. Szálljunk fel. Fel a vidékre. Na, ez még hogyan ütött le? Várj, ez a rohadt izé volt.
De levédi együttéssel egy egész nagy, nagy erős rovat nem ütött le. Érdekes. Érdekes, ja. Ez nem történt. Ilyen sem volt még. Vannak ilyen érdekes dolgok a játékban. Mennyi de ne jön itt tonna számra. De nevéres küldetés nincs. Na, ez nincsen. Volt már, de ezt megcsináltam. Lehet, hogy te is megcsináltam. Együtt voltunk akkor. Együtt voltunk. Csak sok ilyen. Már nem kérdezt. Ide is bemegyünk még, mert itt is volt egy ilyen erős fajta pókos küldi. Nem is voltunk itt. De hogy is kell szállni? Hol valami betű is, amire lehet szállni? A Discord. De nem, majd betűvel is lehet, csak nem tudom, hogy ezek ilyen erősebb fajta pókok. Mérges pókok. Látom, figyelme, van egy kapitány. És harcol, ez tudik kiabálni az egy lelkesíti tömegeket, meg azt a géptársát. Jó, még ilyen pókverem is van benne, ilyen barlang. Na még 6 kell, vagy 8-ba. Na, több pille is kell. Na, eltakarja ez a majdnem GameCube-ha hasonló tud. Amire elvesz a feszét, a már rég mentő. Ja, hát mert nekem ilyen távolsági cuccaim vannak. Azért. Meg nagyon. De nem sokára kell lenni fog, mert ilyen, na most már tényleg nem néhány küldő van, és akkor már ilyen csoportos küldők vannak, szóval. Hát végülis az a farkasos is az volt, bár én nem nevezném teljesen azt annak, mert nem volt nehéz. De be tudunk menni? Be. Menjünk fog barlangba. Még több pók van. Sötét barlang. Dragonézve volt a izé. Réfagyaknak az alagútja, ugye? Ja, tényleg, egy kicsit arra hasonlít, ja. Akik teljesen izékkopik voltak, ugye? Orkopik. Hát, ja, kicsit volt benne, de azért, ja, nem tudom, nem teljesen. Nem mi volt? Ezt a izé varjú csinálja ezeket a hangokat? Úristen, királynő. De szívom el tőle az életerőt. Jaj, de jönnek ők. Itt aztán vannak pókok rendesen. De ők is jönnek. Mindjárt meg is lesz, ma annyi van. Mondjuk királynőt kéne még találni. Ez olyan, mint a labirintus majdnem, mi? Ők meg a pókvermek. Jó, az már megvan. Királynő kéne. Itt lehet, hogy mások is voltak, mert itt döglő fókok is vannak. Királynőt akarok. Megnéztem egyébként az Alien 3-at. Hamarosan felrakjuk, vagy mert mondjuk amikor a videóban már lehet, hogy fel is raktuk azt a közös beszélgetés videót a 3-asban a Alien 1, 2, 3, 4-ről. Most megnéztem a 3-at, megnézem a 4-et is, hogy visszapótlom, bepótlom a dolgokat. Na meg is van, meg is van, mehet vissza. Arra beakadt a lába, mert így. Mi a pókhálóba? Most már jó. De nem szokott beakadni pedig. Az ilyesfajtában, más, abba szokott, ja, hogyha rád nyomta a pókhálót, a pók maga, akkor abba beleakad. Igen, rányom. Lassulsz. Tudnak ilyen dolgokat, meg látod a csigából kijött, amikor meghalt, akkor kijött valami gennyaból, elassultunk. Van mindenféle, valamelyik mérgez, tüzel, valamelyik tűzhatást rak rá. Van minden itt. Kérem szépen. Már én még nem vagyok itt a barlangban. Szóval jelzi, basszus. Ja, oda? Fú, az nagyon messze van. Véletlenül azt kihagytuk azt a odó farmján, de minden meg csináljuk egyszer később. Az is ilyen, tudod, ilyen csapatos küldi. Az ott van lent délen, ahol voltak a banditák arrafele. Igen. Véletlenül kihagytuk. Ugye nem tudom az összeset kirakni ide ilyen. Ilyen jobb oldalra, és akkor nem látom. Csak vissza kell menni, itt fel tudunk menni. Fel tudunk. Vannak pókok ezen a területen, tényleg.
Pár. Csomó. De ez már nem részel küldetésnek, ugye? Tessék? Ez már nem részel küldetésnek. Nem. Menjünk vissza, csak útban vannak. Hát voltak itt mások is, látod, volt itt kapitány. Itt kapitány, akkor ez valaki, hát az játékos karakter volt, nem gépi. Itt a pitét megcsáltod meg ezek a postásokat annól, vagy? Ja, én igen. Oké, okay, el is adott most csak egy-kettőt. Ja, nem, nekem sem volt már sok. Adott matomot, és most már kettes szintű reputáció van. Megnyomta most már. Jól látom, most már szövetséges vagyunk. Ő nem, bocsánat, barát vagyok, és a szövetséges kell érni. Az a legnagyobb, azt hiszem, a szövetséges. Az a legnagyobb. Hát ahhoz még az elég sok reputáció kell, mert lehet, hogy venni is lehet, azt hiszem, ilyen matomod egyébként pénzért, vagy az aukciós házban. Igen. Na, meg hát más helyen is vannak ilyen beváltható reputációs utcak. El is adok pár tudat, és akkor elmegyünk ide éjszakra most fölöttünk. Te nem adsz az utcast? De nem megyek. Nincs itt. Ó, van egy ilyen bunkós bot. Azt kaptam. Na. Bunkós botod. Zsadzede. Kret kalapesz. De hogy nem adok el, majd csinálni minden eladni valam. Valam is van. Jó. Na, idő után nem engedik, akkor kell várni egy-két szekket, és utána engedi csak. Azt mondja, hogy nagyon gyorsan kattintasz, azt szokta írni ilyenkor. Na most már több mint két aranya van. Lassan utolér le. Várja, amikor... Nem csak idáig elmények. Hú, milyen jó látvány van itten. Ennyi. Annyi volt, amennyi. Milyen jó látvány itt a hely oldalra mindenhol. Itt van még a varjú. Vak varjú, how are you? Neked odaütött egyet a szegény őzikének, vagy minek, és eldőlt. Eldőlt. Na, akkor mehetünk szerintem, lóval. Ja, itt, hát nem, még menjünk erre, mert itt még kell pár izét, medvét megverni. Vannak van medve? Aha, itt vannak. Jaj, de közben jó van, varjú megoldotta a dolgot. Jaj, lehetett. Hát a medvét. Ja. Nézzük, mit nyújt a medve. Milyen a medve mögött. Medve kocka sajt. Tudod csinálni. És meghalt. Hát, ezek már olyan erősek, így, hogy erősek vagyunk. És már csak három kell. Én azért nem, nekem azért sokat kell ám rá. Nyomok én két-három dolgot is rá, szóval nem úgy megy ez. Elvakítottam. Mondja, hogy ez az elpapom én. Jó, mekkora izét van, tényleg durva az a kalapács, vagy mi. Elpapom én van, itt van. Na, azt most megnézem. Megnézzük itt a... nem kalapács, nagy fejszer. Na tényleg majdnem nagyobb, mint te, az a vicc. Azért van benned erő akkor, látszik. Na megvan, a szép volt. Elbírsz egyedül is akkor velük, úgy látszik. Az a tolk, azok tudjuk kiszedni, tolk. Oké. És ide megyünk. Ó, itt is van még medve. Még most már nem kell írteni őket, de útba van. Legalább már nem támad meg senkit. Yeah. Na várjál, fölülök én soróval. Jó, milyen jó nézkezett rá, itt már régen voltam. Tehát mi nem voltál te, ugye? Nem, még nem. Az éjszakiz már majdnem Evendim határa.
Az egy nagyon szép hely, az is. Hú, de vendő. Az ugye benne van a könyv és az Anonymous, tudod, ahol a farantírok, azt hiszem először összegyítették a farantírokat, tehát Anonymous meg a Fornost, benne van a könyvbe említve. Ez Dangers, goblinokat kell írteni, méghozzá Lanzsás goblinokat, illetve ők kell valamit szedni, meg mi ez? Goblin, mert meg kell találni a ez jó, az esernyőjét vagy valami nagynéninek. Ez tetszik. Hát ez talán nem annyira fontos küldetés. Hoppá, ez is fellowship-os küldi. Csoportos. Mit adott ez a néni? Itt jön egy idő. Láttam, de most mi van? Nyomom neki és nem ész meg. Egyet állította aztán. Szép volt. De szerintem a varjúsba segített egyébként. Azért. Mungó bácsi, Mungóba. Az előre. Ez a birkákra vigye, három birkája van. Minden itt van. Bírsz, azt hiszem, eszem. Csak azt hiszem, hogy mindegyik ilyen környező küldit láttam, hogy most a nagy térképen jól lakja, menjünk erre. Milyen szarvas? Azt is itt ellenségnek jelen, azt a izét jelzi, a bűzes borszt. Húha, már van ránk vár. Gobler. Goblin, ő nem tud ide beugrani. Hogy tudunk ide bemenni? Na innen. Úgyis kell goblinokat is írtani az a pontos küldihez. Meg valami egyéb küldihez is. Hú, azok már ilyen, milyen fajta, ilyen lándzsás, másfajta goblinok. Nem erősek. Csak sokan vannak a goblinok egyébként, és szoktak erősek lenni, kivétel a főnökeik. Tehát a goblinoknál úgy van, hogy tényleg az, hogy sokan vannak, de egy ork urukájában nincs olyan sokan játékos, de ami van, az meg olyan erős, hogy főleg az urukhályok. Azok ilyen néha elit lények. Hát az sokszor 2-3-an kell jutni. Nem olyan akar megdögölni. Na ott van, ezt föl kell szedni, ott van valami kis szekér. Na, várj, meg is főzelem, vagy lehet, hogy, hát nem tudom most, hogy hogy van. Mind a ketten fő tudjuk szedni. És fő szedted? Ja. De én is fő tudtam szedni. Ja, nem is a kosarat kell, hanem azt a batyút benne. Ne. Aha. Most vissza kell vinni, vagy mit kell? Most is kiszedem, majd egyszerre visszavisszük az összes küldőt. Menjünk erre. Test. Meg kell találni az ellopott bárányt, aztán valószínűleg véden is kell majd kifele menet, itt lesz valahol. Hát ezek szeretik a bárányokat, ezt már Hobbitból is tudjuk, a trollok, a goblinok, nagyon szeretik. Bárányost. Hoppá, megvan az alapszintű goblin. És már csak plusz 10 pontos nincs meg. Ja, igen, igen, azt jelentük. És akkor meg lesz egyébként az ilyen össznépi megye írtás is, az is adnak még egy pisztolytot. Na, itt lesz valahol fönn szerintem. Ja, itt lesz. Ezek ilyen sötét helyek. Mondtam, hogy neked itt csak goblin lesz. Ja, mondtad már. Ezt is visszarakom. Oké. Itt a bárány. Bárányok hallgatnak, mi? Az először... Na, hol? Hol a bárány? Nem láttam. Megy a bárányért. Nem látom a bárányt. Ja, itt van. Ja, az nem szembe oldalt. De először írtsuk le ezeket, mert szerintem meg fogják támadni. Nagyon sokan vannak. Jó. Na mit csinál? Tetelet dobott rám. Ja, ilyet is tudja. Az a hörler, az olyan jó. Ennyit ér. Köteles. Igen. El kell kísérni a bárányt. Dolly, itt a Dolly. Dolly. De az a neve? És hol láttad, hogy Dolly? Nem, csak én mondtam. Ja, de egyébként szokták a bárányokat úgy nevezni. Igen.
Napot bárány, úgy hívják. Napot bárány, nincs neve. Hát legalábbis nekünk nincsen, mert a gazdájának biztos adott neki nevet. Ezt a varjú csinálja ezt a hangot? Képességet. Vissza kell vinálnak a hobbitnak, amelyek előtt. Igen, biztos, persze. Jaj, megint rossz felemész, báránykám. Még rossz felemész. Csak a goblin gyilkosok vagyunk, goblin széjjel. Goblin készára, pedig gyilkosok. Ja, még van egy szintje, azt ha megcsináljuk, ha itt majd úgyis annyi van, hogy könnyen megvesz. Meg merre mész, te báránykám? Ne! Várány! Mindig a rossz helyre mész mindig. Még itt szokott lenni ezek uták, ugye? Várányka. Azért nem hülye a szempontból, hogyha valami akció van, akkor inkább megáll, és nem rólam bele valamibe. Annyi a szempontból nem... Igen, csak sokszor mindig arra megyem, mert pont a goblinok vannak. Ha itt van még egy goblin, azt elkapom, hogy a tette alatt. Hát ussal. Jajjaj, mert megint rossz fele rohan. Végül ő is, hogy a... Mit a szegény? Mégis egy bárány. Nagyon beszédes napja van. Megmentettük. De örül azért. Jaj, medve. Jaj. Medvének megy neki mindjárt. Meggyújítanak valami, amivel megsebezed. Ja, hát itt vannak a bárányok sorjába. Bárányok burjánzanak. Hát végül is ez fellowshipos küldió, tehát ilyen, mert egyedül nehéz lett volna így megvédeni. Egyedül nehéz lett volna megvédeni. Hát, hú, ennyi mindent kapok, basszus, négy dolgot adott egy ilyen matomot is. Ez jó. Na, ez adott, most már ez adott bőszen cuccost. Hát ez rendes csávó. Hoppa, most ezen lehet, hogy kaptam. Ezt sem vettem észre, kaptam egy ilyen új válvédét is. Itt azért néha is szeretné a dolgokat. Na most én megcsináljuk ezt az egy küldit itt valahol fönn, és akkor mára végeztünk, és majdnem a megyével is utána már csak le kell adni. Na, itt akkor a lovakat. Na várj, azokon nem tudom, hogy tudunk ide bemenni. Ez lehet, hogy kerülve lehet csak. Azokon lovazzunk. Ez reputációt kaptam. Ja, hát azt a... Ezért matom adja, nyomsz rá a jobb gombot. God. Meg alapból is adnak néha, alapból is. Főköző volt ez a bárány. Alapból is szoktak adni, meg adott tíz és sütit, meg valami pitét, vagy nem tudom mit. Meg pénzt, meg mindent. Gyakorlatilag. Ugye az? Medvék között. De kikerülöm. Ki kell kerülni. Lehet, hogy itt kerülősen kell bemenni. Tele lesz goblerrel. Goblinnal. És azt hiszem fellowshipos, hát nem csoda, mert itt annyi goblin van, hogy... De nem is, azt hittem, ezek nehezebbek. Igaz, hogy ezek ilyen külső küldik, tehát amik ilyen belső... És megtámadott? Jajjaj. Jajjaj. Ha meghalt. Jó. A személyfedve irányi gyűlődött. Jó, menjünk tovább. Elszívom az életerődet. Meg az energiádat. Na, betámadtál egy goblint? Na, megvan a nagy goblin is. Goblin Slayer. Sőt, megvan most már az összes jelmű. Mi vagyunk a megye hőse, ilyen szörnyírtói. Mert legalábbis nekem már megvan, mert legalább neked is már együtt csináltuk a szörnyírtásokat. Igen, nekem is adott ilyen címet láttam itt. Most már ilyen dupla, most már 95 pontom van. Hát tudnák venni egy olyan trade helyet. De most én nem. Ezt a megmutatom adáson kívül, már múltkor mutattam egyszerre. Hogyan kell, hogyha még esetleg nem raktad be a tréceken. Akkor legközelebb majd röviden bemutatom a nézőknek is.
Oké. Akkor már te is tudod. Hol vagyunk? Ugye erre fele kell menni. Hajtja, micsoda? Nagy goblin. Az is van. Ajaj, gondban vagyunk. Lassan már nekem kell segítség, nem neked. Azért meggyógyítanak. Ez mi ez? Ennyire haldoklott a goblin? Elég sokáig. Lehet, hogy bugót. Nekem olyan erős, vagy gyengék ezek a goblin. Ez a kerül a 80-as életereikon. Ezeket most kikerüljük. Van pár goblin, ezért mondom, ezért is ezért ilyen csapatos küldi, mert egyedül azért ennyit nem lehet egyszerre, érted? De ez még csak ilyen, tehát azért ilyen egyszerű, még így is azt mondom ám, hogy egyszerű, mert azok viszont nagyon nehezek, amik így be vannak ilyen instan, szoktál barlangokba, épületekbe, azokat hívják általában olyan erők. Azok. Meg ezt ilyen nagy csapatra jelzi, de hát úgy látom, ilyen kis csapat rendszerűsor is beadhatták volna, meg tudjuk csinálni. Jó, mondjuk azért már nem 11-es szintek vagyunk itt ezek a goblinok. Azt hiszem erre kell menni, igen. Itt lesz. Lehet itt lesz a főnökük is, mert valami nagy hegyen, hegytetőn van. De goblin bázis, kobold bázis. Vagy a gríma, vagy a golam. A két tudom, hogy melyik bánt emlékszel rá. Olyan hangja volt az előbb itt a... Amikor így kiabált, vagy egy ne. Nem úgy alapból, ugye az alaphangja, hanem amikor valami baj. A küldetés furcsasága. Itt az esernyi elég szóval. Várja, még a... Akkor még egy ilyen nagy fellowship-es küldetés maradt, azt mondom, legközelebb adásra megcsináljuk, aztán átlogolunk majd hegyekbe. Menjünk ide a Brockenboringsba. Hát most van mit eladni megint nálam, nem tudom te, hogy vagy. Itt tettünk pár cuccat. Megint olyan kesztyűk vannak nálam, mindenféle, amit te tudsz használni, én persze nem. Most lelassult a ló, a tiéd is, mert eltört a lábad, nem? Ja. Yeah. Most már jó. Ez érdekes volt, kicsit hirtelen tűnt elő a farkas. Semmiből. Kis bug. Lehet. De néha előfordul amúgy is bug. Nem mindig lehet kiküszöbölni őket. Ez ilyen skirmish tábor, ezt megmutatom majd. Mesélek róla később még. Ezek is végig is ilyen instance-szerű dolgok. Yes. Oké, okay. Itt is van még valahol valami. Itt fent a dombom. Dimben dombom. Az biztos, hogy ez a negyesen veszélytelen angyal, mint a filmekben volt. Már micsoda? Negyesen veszélytelen angyal, mint amennyire a filmekben volt. Itt a játékban. Durvább hely. Ja, ezt mondtad, hogy itt egy kicsit, ezt múltkor is mondtad. Meg részletesebb, ugye. Ez látszik, na kaptam, már két motomom is van, szép. Ja, el is adom a cuccokat akkor. Most a javítás, cuccaladás. De csak mindent adhatok el. Hát már most ugye annyit kiírtottunk ilyen izét, hogy... Goblert. Nem lesz, legalább. Az sose át. Persze, sose. De lesz, kerülünk majd akkor... Olyan. Hát igen, mert az aukciós házaknál nagyon drágak a cuccok, tehát ott nem lenni fogod, ott nagyon sok arany fog kelleni, meg hát a ház is mondta, hogy nem ingyen van, úgyhogy... Inged gacsát rám megy azokra. Mi? Na én nálam is van mit eladni. Jaj, ezt lehet, hogy nem kellett volna mindig most már. Láttam valamit, amit lehet, hogy nem küldött volna. You
Jó kis zene van. Na szerintem van-e még itt valami leadandó? Igen. Erre van még. Kijöttél? Ha, és kijöttem, adtam mindent. Rendben vagyok. És már összesen 4 kemény küldetésem van, csak ami nagy részét le kell adni, csak egy küldet kell megcsinálni. Nekem hát is igen. Hát jó, ment végül is. Még elmegyünk oda a... Itt a szobor. Jaja. Ez is adott ilyen matomot. A koboldgyilkos izé, a bilbonakarokon, aki föltállt a golf játékba. Jaj, ezt mutka már. Hogy erre vannak a koboldok, ugye? Észrevettük, ja. Most, ez jó vicc volt a filmben is. Sokan nem értették egyébként, aki nem olvasták a könyvet, hogy jött ide, golf, ez nem valami modern dolog. Pedig hát a könyvben is jellemzik, meg említik. Hát nem csodám, egy angol száz dolog, tehát úri emberek sportja. Én kaptam most 5 darab. Más trombályt, ötöl a... Ja igen, az is volt, hát lehetett választani pont legalábbis nálam, hogy pály vagy... Lehetett a bombát. Tényleg, ez érdekes. Nem lehetett választani nagy ilyen fejszre, vagy mi, amit úgy csak te tudtál használni, én nem. Fejszém az van. Természetesen. Most meg Boffinnal kell beszélni, ez hol van? Boffin. Ja, a fölöttünk lesz is. Valahol. Hova jelzi? Ja, most újra kell vele beszélni, ezt nem értem most. Ez jó, beszéltem vele, azt mondja, hogy talk to. Szóval újra beszéltem vele. Ez is adott matomot, jó. Most már, hát már majd megvan negyede a lánynak is az utolsó reputáció. Szerintem te is ugrottál már egy-két ilyen reputációs, nem? Aha, meg is láttam. Kaptam tőle 5 csonkát. Smoked Helm, füstölt csonkát, 5 darab. Nem? Azt volt, hogy ja igen, nálam is volt, de nálam is lehetett választani, vettem inkább gatyát. Választottam. Nem sokkal volt. Na jó, hát most itt abba adjuk, és akkor legközelebb megcsináljuk azt az egy küldit. Igen. És akkor... De ez jó volt. Meg van még egy nekem, de az blibe kell leadni, bár innen indult az érdekessége. Na majd oda eljövöm. Látod, az majd ráér. Köszönjük akkor, hogy néztetek minket rá. Eléggé tartalmas és elég hosszú videó volt. 1 óra 10 perc majdnem. Tessék! Azért mondta, hogy sziasztok, köszönöm mindenkit, a szavaztok. Ja, hát igen, búcsúzom mindenkit, aztán legközelebb már nagy részt új tájakon járunk majd. Sziasztok!